Az első és legfontosabb kérdés a befektetések meghatározásánál, a befektetésünk céljának meghatározásánál az, hogy egy olyan élethelyzetre kívánjunk választ adni a befektetésünkkel, ami egy konkrétum. Tehát ilyenkor például arra érdemes gondolni, hogy gyűjtünk egy lakásra, vagy időskori megtakarításunkra kívánunk félretenni, vagy pedig a gyermekeink tanítatására. Egy olyan célt meghatározni, hogy magas kamatot vagy magas hozamot szeretnénk elérni, az nem elég pontos. A magyar közmondás is azt mondja, hogy ne tegyünk föl mindent egy lapra, ez a befektetéseinknél különösen igaz. Célszerű a portfóliónkat több elemből felépíteni, és mindig az adott célhoz, az adott befektetési célhoz igazodó elemekből felépíteni. Ezzel egyrészt el tudjuk azt is érni, hogy a különböző piaci hatások a különböző portfólió elemekre ugye más-más hatást gyakorolnak, így egy adott esetben egy kedvezőtlen piaci környezetben nem fog az egész portfóliónk olyan drasztikus mértékben csökkenni. Másrészt pedig a különböző céljainknak különböző időtávja is vannak, és így érdemes a portfóliót is ezek szerint felépíteni, ezek szerint az időtávok szerint. A kockázatvállalás az egyik legfontosabb kérdés egy portfólió kialakításánál. Mindig a megfelelő célhoz kell igazítanunk a megfelelő kockázat mértékét is. Ha hosszabb távon takarítunk meg, akkor egy magasabb kockázatú portfóliót is választhatunk a befektetéseinkbe. Egy magasabb kockázatú elemekből is összeállíthatjuk a befektetési portfóliónkat. Viszont nagyon fontos az, hogy a személyes habitusunkat is figyelembe kell venni, hogyha mi idegesen reagálunk a portfóliónk értékének csökkenésére, és ilyenkor elkezdünk szükségtelen tranzakciókba bonyolódni, akkor lehet, hogy érdemesebb átgondolni a portfóliónkat és egy kevésbé kockázatos elemekből álló portfóliót felépíteni. A befektetős időtartamát mindig az elérendő cél szabja meg. Hogyha rövid távra akarunk gyűjteni, mondjuk egy tévét akarunk vásárolni pár hónap múlva, akkor nem érdemes nagyon kockázatos, nagyon hosszú távú befektetésekbe fektetni, akkor a rövidebb futamidejű instrumentumokat, a biztonságosabb instrumentumokat érdemes választani, míg hogyha az időskori öngondoskodás az elsődleges célunk, akkor nyugodtan lehet hosszabb távú portfóliót, magasabb kockázatú, magasabb hozamelvárású portfóliót építeni. A befektetéseink megválasztásánál mindig arra kell törekedni, hogy többféle portfólióelemből építsük föl, viszont hogyha nagyon szétaprózzuk a befektetéseinket, akkor már nehéz lesz követni, túl sok tranzakciót kell végrehajtanunk, úgyhogy az sem egy cél, hogy rengeteg elemből álljon a portfólió. Hüvelykúj szabályként én azt mondanám, hogy egy ilyen 6-12 elemből álló portfóliót érdemes mindenkinek alapvetően összeállítani, és ilyenkor érdemes mondjuk egyszerűsíteni a portfóliót olyan elemekkel, amik elérhetők a piacon, például a befektetési alapok, amik már önmagukban egy többelemű portfóliót képeznek. A befektetésünk költségei alapvetően függenek attól, hogy mennyire aktívak vagyunk a befektetés során. Hogyha egy hosszú távú portfólióban nagyon sokat tranzaktálunk, nagyon sokszor változtatjuk meg az elemeket, akkor ugye addicionális költségek merülnek föl, ezeknek mindig van költsége ezeknek a portfólióelemeknek a változtatásánál, így hogyha ezt túl gyakran tesszük, az többletköltséget jelent, ez a portfólió értékét csökkenti. Természetesen figyelni kell az egyes portfólióelemekhez kapcsolódó közvetett költségekre is, számlavezetési díjak, tartási díjak, stb., mert ezek is alapvetően befolyásolják a portfólió hosszú távú eredményét. Portfólió túl gyakori változtatása azon kívül, hogy költségekbe is kerül, mint ahogy ezt az előbb is említettem, azért sem feltétlenül egy jó megoldás, hiszen nem tudhatjuk, hogy éppen az adott piaci helyzetben olcsón adunk-e el, vagy drágán vásárolunk. Ha túl sokat ugrálunk a portfólióban, akkor adott esetben ez nagyon sok többletköltséget, feláldozott hozamot is jelenthet számunkra. A befektetési döntéseinknél sosem szabad az érzelmeinkre hagyatkozni. Egy befektetés ára az mindig a piacon megmért éppen aktuális ár. Azért, mert mi mondjuk adott esetben egy befektetést drágában vettünk, attól még nem biztos, hogy ez ér annyit. És adott esetben, mert egy befektetésnek az értéke az elmúlt időszakban nagyon sokat emelkedett, az nem biztos, hogy attól még drága lett ez a befektetés. Mérlegelni kell a körülményeket, azt, hogy mit várunk ezektől a befektetésektől, milyen az általános piaci gazdasági helyzet, és hogyha úgy látjuk, hogy van jövője a befektetésnek, akkor érdemes befektetni.
A rendelkezésre álló jövedelmünkből mindig célszerű egy részt megtakarítani. Nekem a nagymamám mondta mindig azt, hogy 10 forintból egyet érdemes az élére állítani és eltenni a későbbi kiadásokra. Másrésztről periódikus befektetés, rendszeres befektetésnek az is az előnye, hogy akkor is vásárolunk, amikor a befektetések nagyon olcsók, és akkor is vásárolunk, amikor drágábbak, így egy jó átlagárat tudunk kihozni hosszú távon, ami már fél sikernek tekinthető a befektetések szempontjából. A befektetésekkel kapcsolatban Einstein mondta azt, hogy szerint az emberiség legnagyobb találmánya a kamatos kamat. Én azért ezt egy kicsit egyszerű, nagyon nagy leegyszerűsítésnek tartom. Én azt így fogalmaznám meg, hogyha a megtermelt hozamot újra tudjuk befektetni, akkor azzal ugye a tőkénket tudjuk növelni, hogyha erre van egyáltalán lehetőségünk, és nem kell ugye a hozamot más célokra fordítanunk, és ezzel el tudjuk érni, hogy ahogy telik az idő, egyre több tőkénk van, és egyre több tőke dolgozik nekünk helyettünk.